Sok szeretettel köszöntöm a szavazó főke nézőit és hallgatóit. Én Nagy Iván László vagyok, és köszöntöm állandó vendégemet, és így Sándor a Diétás Magyar Múzsa szerkesztőjét. Hello! Hello! Vihar előtti csend, valahogy így lehetne leírni ennek a hétnek, ennek a húsvét miatt egyébként is rövid hétnek az eseményeit. Varga Judit interjúját Hajdú Péternél leadták a létező összes kormánymédiumban, de azért attól még érzete távol vagyunk, hogy a kormány visszavette volna a kommunikációs irányítást alapvetően az érződik, hogy mindenki az egész közélet kivár Magyar Péter most szombati tüntetésére. Akit az érdekel, hogy az a szombati tüntetésen mire kell számítani, annak ajánlom a múlt heti adásunkat, mert ezen a héten alapvetően nem erről lesz szó, sőt, kb. ki is mondhatom a hallgatóknak, és lehet, hogy itt elveszítünk valamennyit belőlük, de ezen a héten Magyar Péterről semennyit nem lesz szó. Ehelyett hoztunk pár rövidebb hírt, amire fogunk reflektálni, illetve egy hosszabb hírhátteret bel- és külpolitikai fronton. Beszélni fogunk arról, hogy a DK, a párbeszéd és az MSZP összeállt. Beszélni fogunk egy kicsit elsőre off topicnak tűnő, de szerintem nagyon érdekes témáról, mégpedig arról, hogy a KDMP benyújtotta azt a törvényjavaslatát, hogy kiskorúak nevehessenek a jövőben energiaitalt, valamint lesz szó a spár és a magyar kormány közti csörtéről, illetve arról a hírről, hogy az orosz Mere nevű diszkontáruház Magyarországra érkezhet akár 200 üzlettel is. Ezt követően, ahogy most már megszokott, válaszolni fogunk a hallgatóink, nézőin kérdéseire. Az e pedig azt fogjuk megnézni, hogy Orbán Viktornak az a fajta külpolitikai doktrinája, hogy hát ha máshol is az autokraták nyernek, egyelőre mennyi sikert hozott, és milyen kilátási vannak 2024-re. Úgyhogy ez lesz a mai menü, ne felejtsétek el feliratkozni a HVG podcastokra, illetve megnézni a Diétás Magyar Múzsát, és nem menjetek messzire, hamarosan kezdünk. A múlt heti felvételünkkel egy időben történt gyakorlatilag, hogy hosszú távú stratégiai megállapodás kötött a DK a párbeszéd és az MSP. Ez egészen pontosan azt akarja, hogy a 2024-es Budapesti és EP listán együtt indulnak, valamint az, hogy 2026-ban az önkormányzatin is együtt fognak elindulni. A bejelentésen Dobrev Klára azt mondta, hogy idézem, a megállapodás az Orbán rendszer leváltásáról szól. Karácsony Gergely sajnálta, hogy a Momentum nincs benne ebben az együttműködésben, de elfogadta a döntést. Kunhalmi Ágnes pedig az MSZP részéről azt mondta, hogy most már van hova szavazni. És ebben az egész összefogásban nem csak a tény maga az érdekes, sőt, talán nem is az az érdekes, mert ezek a pártok azért mindenféle felállásban voltak már közös nevező az elmúlt években, hanem a megállapodásból, és főleg az EP megállapodásból látszik is ennek a dinamikája. Az első négy hely az EP listán a DK, az ötödik az MSP, de valószínűleg tütőkatát indítják, a hatodik ismét a DK, és a hetedik hely a párbeszédé, ott még nem tudjuk, de egyelőre nem úgy tűnik, hogy Jávor mellek oda menne. És ezt a számot azért érdekes ismerni, mert 5 évvel ezelőtt a DK-nak 20%-a volt az EP-listán, és négy helyet jelentett neki bejutóként, tehát azért ebből lerí az, hogy kinek áll az az együttműködésben. Mégis amikor erről kérdezték, hogy ez egy ilyen bedarálás-e, Kuhami Ágnes azt mondta, hogy ez nem bedarálás, hanem megnyitották, idézem, megnyitották a lehetőséget annak, hogy együtt több mandátumot szerezzenek. Na már most, amikor ezt a témát felvetettem neked, hogy beszéljünk róla a műsorban, erre egy viszonylag tömör és lényegre törő választottál, de én lehet, hogy megkérnélek, hogy egy kicsit, hogy te hogyan értékeled ennek az egész összeborulásnak a, az értelmét. Hát azt a kifejezést, amit a múltkor használtam, azt kamerába és mikrofonba nem fogom megismételni. A mérsékelt érdeke, érdeklődést szokták a magyarok ezzel a szóval kifejezni. A komolyabb reakcióm erre, amit, amit így a mai adásra készülve felírtam magamnak, az a 15 elvesztegetett év. Azt írtam fel, mert indítsunk egy picit távolabbról. A klasszikus európai szociáldemokrata párt az egész Európában válságban van, erről te is beszéltél, ha jól emlékszem, két adással ezelőtt, és mindenütt át kellett mennie nagy vereségen, és van ahol már ebből kikapaszkodott új emberekkel, új irányokkal, Valahol még hátra van az igazán megalázó vereség, amit a német szociáldemokraták fognak valószínűleg hamarosan elszenvedni. Valahol dörzsölik a tenyerüket, hogy végre visszatérhessenek és rendet vágjanak, ahogy a Labour Party készül Nagy-Britanniában, mostanában Angliában. A, a magyar klasszikus szociáldemokrata párt, ami nem volt klasszikus szociáldemokrata párt az MSP, az megkapta a maga óriási pofonját 2010-ben, valójában már 2006-ban megkapta az óriás pofonját, csak még előtte megnyerte a választásokat, és, és az természetes, hogy válságba jutott, és az természetes, hogy repedések jelentek meg ebben a gigapártban, akkor még gigapártban, és, és természetes az is, hogy, 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 ez nem egyszerű, hogy ezt megújítsák, és nincsen rá tuti recept. Viszont Gyurcsány Ferenc, amit a, azzal a szocialista pártal csinált, arra egy ilyen ügyvédes párhuzamot tudnék hozni, van, egy, van számos nem túl szép ügyvédmondás ezek közül, az egyik, hogy a fő örökös az, aki először él a haláleset helyszínére, és Gyurcsány Ferenc volt az, aki a, mikor meghalt az MSP és oda lehetett férni a, ahhoz a fiókhoz, ahol az értékek vannak, gyorsan kikapta belőle a fanatikus szavazóbázis egy részét, és minden mást hagyott a többi rokonnak. És, és alakított egy olyan pártot, amely klasszikus európai értelemben véve nem párt. Tehát nincsen neki kongresszus a válasz. Mert... nagyon-nagyon fanatikus én, én egyszer voltam, tudom, hogy ez most nem fog tetszeni egy csomó hallgatónak, én egyszer voltam egy DK kongresszuson, aztán három évvel ezelőtt, egy, 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 kék Trump rally volt, a baseball sapkás túl minden, és nagyon, nagyon ajánlom azoknak, akik akik akarnak egy kis falat Igen, Amerikát, az, az, én az én olvasóim a kék Fidesz kifejezés után szoktak engem általában tömegesen elhagyni, de de a, olyan értelemben az az jó nyilván formálisan egy kongresszus, de el tudott-e azt képzelni, hogy Gipsz akar feláll a DK kongresszusán, és elkezdi mondani, hogy rossz a vezetés, a vezetés mondjon, letérjünk vissza a gyökerekhez, jöjjön egy új vezetés, X társ legyen a vezető, tehát... Ez, ez valóban ez, ez, egy Fidesz kongresszusnak a leírása, amit mondasz. Ilyen, ilyen ott nem lesz. E és az látszik, hogy ahol sikerült életet lehelni a régi európai szolcdem pártokba, ott megtalálták újra azokat a csoportokat, akiket érintenek a társadalmi igazságtalanságok, hiszen ez a munkásosztály, tőkésosztály elválasztás úgy, ahogy régen gondolták, nem húzható rá a mai társadalomra, megtalálták azokat a témákat, amelyek elég fontosak, ugyanakkor nem váltják ki más társadalmi csoportok hörgő ellenállását. Például Dániában megtanulták, hogy igenis keményen kell és kemény administratív eszközökkel kell a migrációhoz hozzáállni, tehát átmentek egy tanulási folyamaton. Az elmúlt 15 évben a magyar baloldal nem ment át ilyen tanulási folyamaton, az elmúlt 15 évben a magyar baloldal állt a Gyurcsány Ferenc fennklubból, ezt hívjuk demokratikus koalíciónak, és állt azokból a csoportokból, akik egy nagy baloldali pártban frakcióznának a kongresszus előtt, hogy akkor melyik nagy csoportnak a jelöltjét juttassák pozícióba, cserébe ilyen-olyan kisebb pozíciókért. Tehát ahelyett, hogy lenne egy káoszos, veszekedős, időnként nevetséges, nagy, de azért életképes baloldali pártunk, ehelyett volt a DK, meg ez a sok kis viccpárt. Most a kis viccpártok és én fogom elrontani, és én fogom kimondani Magyar Péter nevét a podcastben mégis, egy új szereplő feltűnésével rájöttek, hogy itt a bejutási küszöbbel is komoly gondok vannak, és, a saját, és úgy gondolják, hogy a saját két-három-négy százalékaikat talán oda tudják vinni a DK-hoz, és akkor az hasznosul úgy, hogy azért kapjanak mandátumot, mert 5 százalék alatt nem adnak mandátumot. Tehát... Azért felveti azt a problémát is, amit a 22-es összefogásnál láttunk, hogy vajon a magyar politikában a nekem van 15-öm, nekem kettőm, és nekem 3-om, az 20-at jelente. Hát ez, ez a múltkori adásban is mondtam, hogy a magyar politika az a rossz tanuló fizikából, aki úgy gondolja, hogy a 15 és a 20 fokos víz összeöntésével 35 fokos víz keletkezik. Tehát, hogy nem biztos, hogy ez nekik sikerülni fog, sőt, biztos, hogy nem fog sikerülni, de még így is több esélyük van egy-egy mandátumra, vagy akármilyen pozícióra, mint egyedül. Tehát a kis pártok beismerték a vereségüket, és Gyurcsány Ferencnek van egy olyan pártja, ami most már valamennyire tekinthető baloldali egységpártnak, ugyanakkor abból az értelemben még mindig nem párt, hogy nem lehet ott reform folyamatokat elindítani, nem lehet megkérdőjelezni az ő személyét. De Nekem... Alapvetően ez azt jelenti, hogy, hogy papíron lélegeztetőgépre került az MSP és a párbeszéd, 2030-ig, mert valamilyen formációban ők létezni fognak, hogyha majd 26-ban a DK mögött ez a besorolnak. Baj. És igen, tehát valójában, tehát valójában az a fajta beismerés, amit a választók vártak, hogy hogy egyszerűen ez egy olyan termék... Hát ugye egy Feri egyszer csomad. már egyszer tett egy ilyen beismerést, és hát az egész szituációt annak köszönhetjük. Most megint ugyanazt csinálták, csak most már azt a szót nem mondják ki. Alapvetően néhány mszp és párbeszédes politikus túlélése, meg az, hogy Karácsony Gergelynek helyen tényleges DK-sként elinduljon valaha, hanem még ott a párbeszéd egy ilyen szatellitként megmaradjon. De hogyha meg onnan vizsgáljuk, tehát azért próbálnénk egy kicsi pozitív spint is tenni a dologra, hogy Újra. hogy lássuk abból a, abból a perspektívából is. Azért az mindenképp egy üzdőzlendő dolog lehet, hogy, hogy tisztul a kép. Tehát van egy, van egy, ugye erre az Ungár Péter reagált erre, és nem bocsánat, Ungár Péter is reagált, ő, ő a párbeszédbe szállt bele, és mondta azt, hogy a soha nem indult egyedül, és ez továbbra is így marad. De a Momentum mondta, arra erre, mondta erre azt, hogy, hogy óbaloldal, és valahol nagyjából meg is, <coughs> állja a helyét, helye közel ez a kifejezés, de mégiscsak maradt egy ilyen, egy ilyen szociáldemokrata balblokk, van ez a liberális momentum, ami ami nem tudom, hogy lett volna hely egyébként ebben az összefogásban, maradt az LMP, ami, ami megint egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire zöld párt és mennyire más érdekek pártja, és akkor maradtak tényleg az ilyen maradékok a Jobbikból, már Kizai Péterből, Jakab Péterből, Van a Gáborból, tehát azért legalább ennyit egyszerűsödött, tehát legalább mínusz kettőben vagyunk. nem egyszerűsödött a helyzet, hát azt mondod, hogy van az az MSZP pártbokor, van a Momentum, van az LMP, a Jobbik törödékek a bihazák, mi mindig hat vagy hét párt fog elindulni. Tehát... legalább egy három fát megspóroltunk a, nyomtat, a, a, mi az a szavazólapok kinyomtatásánál, hogy nincs még két rúgás körülbelül ez a pozitívuma. De, de ha, ha, ha ezek buknának -e egy rendeset, az nagyon sokat használna a magyar politikának, nem fognak. Tehát még az is lehet, hogy speciál az MSP szempontjából, vagy a PM szempontjából így jártak jobban, mert tényleg lesz egy mandátumuk. Bár a hetedik hely, na az, az azért a az azt jelenti, hogy 30 környékén vannak. használjuk a DK-t átvezetőnek, hogy a DK volt az, amely 9 évvel ezelőtt belengedte, és végül a KDMP az, ami most benyújtotta azt a törvényjavaslatot, hogy 18 év alatt ne lehessen energiaitalt vásárolni. Idézek az indoklásból, mert nagyon, nagyon, nagyon hangzik. Napjainkban a fiatalok többsége divatosnak tartja az energiaital fogyasztást, szinte üdítőitalként tekint a megnyerő ízű energiaitalokra, amelyeket korlátlanul fogyaszt. Az elmúlt években több száz olyan eset volt, amikor energiaitalt a túlfogyasztása kapcsán, kapcsán fiatalok orvosi ellátásra szorultak. Ez most egy dolog, hogy ez úgy hangzik, mint nem tudom, hogy az Office nézte, de mint amikor az amerikai Office-ban a, a, Steve Carell karaktere kérdezi, hogy, hogy szerintetek menő -e drogozni. De arról akarok beszélni ebben az egészben, hogy, hogy akárhogy is nézzük, tök kinyújtja be, ez elsőre egy, egy haladó és alapvetően progresszív, pozitív javaslatnak tűnik valami olyan, ami tényleg közegészségügyi szempontokat vesz előre ebben a történetben. A kérdésem az, hogy egyfelől átmegye ez a dolog a parlamenten, és hogy abban, hogy átmegye, mekkora szerepet játszhat az, hogy a NER egyik legnagyobb nyertese vállalkozás szintéren, az pont az a Hell Energy, aminek egészen valószínű, hogy fontos célközönségéről beszélünk 18 év alatt is. Ez az hogy elsőre jó ötletnek tűnik, ez másodjára, harmadjára és akárhanyadjára is jó ötletnek tűnik nem vagyok élelmiszermérnök, de annyit én is tudok, hogy ezek a sima kávéhoz képest is nagyon magas koffein tartalmú, rendkívül egészségtelen italok, még akkor is, ha bele van keverve valami vitamin, hogy ki tudják írni, hogy az is benne van, de ugye ezek legalábbis a gyerekek számára be vannak tiltva Lengyelországban, Romániában, mind a két ország egy-két hónapja tiltotta be őket, tehát még azt is lehet mondani, hogy egy európai trendbe illeszkedünk, tehát ebben én semmi kivetni valót nem látok, ennek évekkel ezelőtt kellett volna megtörténnie. Az valóban érdekes, hogy, hogy az a Hell Energy, amit említesz, az egy nagyon érdekes NER cég, NER közeli cég, mm -hmm. nem tudom, hogy beperelnek-e, ha azt mondom, hogy NER vagy NER közeli egy cég. A nevüket most már leírhatod. Uh, most volt erről az ítélet, hogy most már hivatalosan lehet írni a nevüket. De ők azért érdekesek, mert valóban úgy lehet róluk tudni, hogy ők nagyon nagy NRH működnek, ugyanakkor az egy tök jól menedzselt cég, tehát egy nagyon jó logisztikát felépítettek, jó termékfejlesztésük van, jó marketingjük van, tehát az egy, az egy, nagyon jó működő cég, amelyiknek óriási piaca van a Fidesz szavazótáborában. Az energiaital fogyasztás az, az ez egy érdekes státuszjelző a társadalomban, tehát egy bizonyos jövedelmi és egyéb státusz fölött a, az emberek már nem nagyon fogyasztanak energiaitalt. Buszmegállóban reggel lehet látni a klasszikus helcigi reggeliző embereket, akik között a Fidesznek a, a szavazótábora a legnagyobb. Tehát a Fidesz mindenképpen vállal itt egy politikai kockázatot. A politikai nyeresége az meg ott lehet, hogy az ifjúságvédelem, a gyermekeket megvédeni, tehát ezzel szépen jönnek vissza abból a, próbálnak visszajönni abból a pofonból, amit Bicskén, Bicskén kaptak, hogy így mondjam. Viszont ezzel a törvényjel van egy olyan apró probléma, hogy ez nem törvény. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, amire mi fölé odaírták, hogy törvényjavaslat. A amikor a, a, a dohánytermékekkel kezdték ugyanezt csinálni, akkor először is neki mentek a reklámjának, ugye akkor tűntek el a Forma 1-es kocsikról a Marlboro és hasonló feliratok, neki mentek ugye a dobozoknak a, a megreformálásának nagyon magas termékdíjakat, vagy egyéb adókat vetettek ki, száműzték a filmekből a dohányzást, tehát az egy, az egy széles körű és tényleg mindenre kiterjedő letámadás volt és a, a, a terméknek a, a, az árusítási csatornáit is szabályozták, és vagy azzal a megoldással, ami Magyarországon is, hogy csak bizonyos boltokban lehet árulni, vagy nagyon szigorúan személyigazolványhoz kötéssel, de mindenképpen szabályozták. Tehát én azt üdvözlöm, hogy van ilyen szándék, hogy az energiaitalokat ne öntsék számolatlanul bele az ifjúságba, csak ahhoz ennél sokkal jobb törvényt kell írni, ahol, ahol, ahol megmondják, hogy mit kell csinálni. Hát különösen egy, egy nagy bolt hálózatnál, gondolok itt benzinkút hálózatokra, élelmiszer áruházakra, ott működik egy úgynevezett compliance csapat, aki ugye a jogszabályoknak való teljes körű megfelelést sem dolgozik annak érdekében, hogy ne legyenek megbírságolva, aki meg fogja kérdezni, hogy e, milyen ellenőrzési kötelezettségünk van. Honnan tudjuk, hogy valaki fiatalkorú, kiskorú, honnan tudjuk, hogy a szülő esetleg, vagy a bátyja, vagy az idősebb barátja megvásárolja neki, tegyük-e magasabb polcra, tegyük-e bezárt szekrénybe, kérdezni fognak ilyeneket, és ahhoz, hogy ezt Egyáltalán mit nevezünk ennek? Tehát, hogy a, 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 a kólában is van koffein, nem igen. kevés, tehát, hogy, hogy hol húzzuk meg a vonalat. Hol húzzuk meg a vonalat, akkor ott nyilván jön a lobby érdek, hogy x gram koffeinig, tehát, hogy annyi gram koffeinnel amennyi a kólában is van, még mehessen. Igen, akkor hirtelen lesznek fél literes, és nem 250 millis energiaitalok, és nem 32 milligrammal, hanem 20 mg 100 ml tehát Igen, ezt, tehát, ezt... hogy ez egy, ez, egy, ez egy rendkívül bonyolult kérdés, ahol, ahol uh, egérutat kell adni azoknak, akik, akik jelenleg ezzel nagyon sok pénzt keresnek. Tehát Amerikában a dohánytermékekkel is az volt a dilemma, hogy azok, azokat részvénytársaságok termelték, ahol embereknek a milliárdosoktól kezdve a nyugdíjas póló Józsi bácsikig részvényeik voltak, amely azonnal elveszíti az értékét, ha, ha, ha nem lehet dohányt árulni. Tehát ott meg kellett nézni, hogy mi lesz az a 15-20 éves időszak, amíg, amíg a dohánygyár átmenekül más bizniszekbe. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon nagy szakmai felkészültséget igénylő folyamat, ami ebből a törvényjavaslatból nem látszik, hogy hogy, hogy fog megtörténni, pedig fél évet ültek rajta egyébként, ugye tavaly novemberben lengették be, hogy lesz ilyen. Igen, és ezért gyanús nekem az, hogy itt ez egy kampányeszköz, ami azért van, hogy, minden, mindenről is beszéljünk, kivéve azt, akinek a nevét nem említjük, és nem Voldemortra gondoltam. Na, melyikük mondja ki. <gül> 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 hát még nem is az egyébként a dohányzásra visszakanyarodva, hogy hogy nagyon jól illusztrálja, hogy, hogy, milyen lobby érdekek és milyen egyébként, egyébként politikai érdekek is a fogyasztókat nézve egy politikai vezetésnél vannak a képletben. Ugye 2018-ban Lázár János feltette fel azt az ötletet, amit nagyon sokan felvetettek a világban azóta, hogy mindenkinek be kellene tiltani a dohányzást, aki egy adott évő, 2020-at mondott, aki egy adott év után született, tehát legyenek meg az első füstmentes generációk, akiknek egész életében nincsen lehetősége arra, hogy besétáljanak és legálisan valahol vegyenek maguknak cigarettát. Ugye most a Rishi Sunak is Nagy-Britanniában ezzel kezdett kampányolni múlt ősszel, és új zéland volt az első még a kormányváltás előtt, ahol ezt be is vezették, és nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire bonyolult egy ilyen folyamat, hogy az új kormány gyakorlatilag pár hónapon belül, tavaly novemberben el is kaszálta ezt az egészen. Hát nehéz megcsinálni, meg, meg, meg tényleg itt az emberi fogyasztási szokásokba annyira mélyen beépült dolgok vannak, hát nem véletlenül szokták a kábítószer ellenes vagy kábítószer jogi aktivisták azt mondani, hogy a, a drog meg a nem drog között sokszor a társadalmi konvenciók tesznek különbséget. Aki rá van függve a cukros-taurinos-B-vitaminos koffeines italára, amit minden nap meg kell innie háromszor, az törni, zúzni fog, ha nem kapja meg. Nem azért, mert rossz ember, hanem mert hiány lesznek. De ugyanezt, ha a Zaher Gábor ülne itt, elmondaná az Orsprétől kezdve minden mással is, hogy vannak termékek, amelyekkel kapcsolatban függés alakul ki. Ilyen a dohány, ilyen az energiaital, ilyen az alkohol. Ilyen értelemben ezek drogok, csak lehet őket árulni. Viszont, viszont nagyon nem mindegy, hogy hogy vonod meg a, a drogokat. Ez egy óriási társadalmi feladat. Én nagyon-nagyon remélem, hogy emögött, már ez egy naivitás a részemről, hogy emögött van valamiféle átgondolt szándék, legalább nagyjából, hogy hogy fogják bevezetni, és van szándék arra is, hogy hallgassák meg azokat a, azokat a szakembereket, akik a fogyasztókkal foglalkoznak, meg azokat az embereket is, akik szállítják jelenleg ezeket a termékeket a piacra, ezt nélkülük nem lehet megcsinálni. Itt most kiszólok a nézőknek, hallgatóknak, mert tökéletes, amit említette ez a Herr és még az Orsprével is volt egy ilyen adásunk tavaly nyáron, amikor függőségekről és a magyarok egészségügyi állapotáról beszélgettünk, ez be tenni az adás leírásába. Ezen a ponton viszont Maradjunk a boltoknál, és, és térjünk rá az utolsó hírtémánkra a mai adásban. Nemrégiben volt szinte egy fülkeadásunk, szintén be fogom tenni az adás leírásába, és azt hiszem nem lesz sokkal több ilyen rejtett plág a mai műsorban. De ebben az adásban arra összefoglaltuk, elmagyaráztuk, hogy mi is az a csörte, ami kialakult a spár és a magyar kormány között. Ez két hete volt, azt hiszem, és azóta is azért voltak bőven fejlemények a, a sztoriban. Aki esetleg lemaradt volna, nagyon-nagyon címszavakban arról van szó, hogy az Európai Bizottság elé vitte a spár bemószárolni a magyar kormányt az extra profit adónak kiskereskedelemre vonatkozó törvény szabályi részletei miatt, mert második évben taszította veszteségbe be az az adó őket, amely legalábbis a magyarországi operációjukat, amely ugye elvileg az extra profitra szól, de hát nekik semmilyen profitjuk nem maradt ezek után. Akkor utána még az osztrák spárvezére az egy interjúban elmondta az, hogy az Orbán család közvetlenül akar, jelezte, hogy rá akar tenyerelni a bolthálózatra, és ebből nyílt ki ez az egész vita, ami mára ott tart, hogy hogy az Orbán kormány rágalmazás miatt akarja peleni a spárt, a spár kimentette az operációit mindenféle más országokba, hogy gyakorlatilag be legyenek védve az ilyen nagyon-nagyon egyértelmű rátenyerelésektől, és ami azóta történt ezen a héten konkrétan, az az, hogy megjelent a parlament ti munkaasztalon egy olyan törvényjavaslat, amely a gazdasági versenyhivatalnak adna olyan jogköröket, amely, amelyel úgynevezett alapvető jelentőségű vállalkozásokat kötelezhetnek különböző dolgokra, többek között akár tulajdonrész értékesítésre is. Mi erről írtunk egy hosszabb elemzést a HVG-n, ott a mi jogi konklúziónk jogi szakemberekkel egyeztetve az volt, hogy ez nem egy védhetetlen szabályozás, nem példanélküli, és abszolút nem csak a spárra érvényes, de az időzítése, illetve az, hogy ez egy ilyen saláta törvényben jelent meg, az mindenképp gyanús ebben a helyzetben. Te hogyan értékeled ezt? Én amennyire én ez, ehhez értek, én is úgy látom, hogy önmagában az a törvény részlet, amit be akarnak tenni az ilyen alapvető jelentőségű vállalkozásokról, az, az nem kell, hogy ahhoz vezessen, hogy problémák legyenek. Itt a bizalmatlanság nem jogi, hanem politikai. Tehát a, a Fidesztől megszoktuk azt, hogy ha van a közelében egy kalapács, azzal ő csapkodni fog. Tehát a, alapvetően az asztalon felejteni egy kalapácsot, az nem kell, hogy veszélyes helyzetet teremtsen, kivéve, ha közelben van a négy éves Fidike, aki jön, leszedi az asztal tetejéről a kalapácsot, és szétveri vele a nagymama porcelán készletét. A, Fidike az nem négy éves, hanem most már 30 éves, de még mindig szétver mindent, amit talál egy kalapácsot, tehát ezért tartanak ettől, nem pedig azért, azt hiszem a Fidesztán azzal védekezik, hogy a német versenyjogban is van hasonló szabály, igen, csak Németországban nincs Orbán Viktor, aki ha dúcizik, akkor gyorsan megpróbál valamit nemzeti alapvető sajátjává tenni meglátjuk, hogy ezzel, ezzel mi lesz. Én ebben a vitában egyébként, vagy vitás helyzetben, vagy konfliktusban azt látom, hogy az, a spár beleállt. Tehát régen ezek mind úgy döltek el, hogy a, a, a DUIHK nál a Német-Magyar Kereskedelmi Kamaránál volt valami vacsora, ott leültek a fiúk és megbeszélték, hogy mi legyen. Német vállalatnak így, ahogy a spárnak neki mennek, nem nagyon mentek neki. Ha mégis, akkor ezt meg lehetett beszélni. Na most az, hogy ez egyáltalán a színfalak előtt zajlik, és nem mögöttük, az, az azt jelzi, hogy, hogy itt mindenki változtatott a hozzáállásán, és, és azt is jelzi, hogy nem gondolja úgy a spár, hogy neki, hogy olyan erőfölénnyel állna szemben, ami, amivel szemben neki engedni kellene. Tehát ez azért egy jelentős változás ahhoz képest, hogy eddig mindenki úgy kezelte, hogy jó, ha Viktorék valamit nagyon akarnak, akkor azt engedünk. Legalábbis elsőre nem engedett a spár. És hát meglátjuk, hogy ezzel mi lesz. És ezzel tulajdonképpen, és főleg a, a, az adózással kapcsolatos dolgaikkal összefügg az orosz láncolatnak a Magyarországra jövetele, utána, és sose hallottam korábban erről az orosz láncolatról, de utána néztem, hogy Lengyelországban működnek, Romániában működnek, tehát biztos vagyok benne, hogy jó pénzért, jó jogászok meg, megjogászkodták úgy, hogy ugyanúgy, ahogy a, a Sztolics is Lettországban csinálják, és semmi köze papíron Oroszországhoz hogy a Smirnofot valamelyik nagyon hagyományos orosz vodkát a Baltikumban csinálják, és tehát ilyen szempontból én nem gondolom, hogy itt kémboltozni kellene, vagy hasonló. Ez egy létező nagyon fapados élelmiszer diszkont, és ha valahol, akkor Magyarországon van helye nagyon fapados élelmiszer diszkontnak. Tehát az óriási élelmiszerinfláció, amit évekig dühöngött, és még most sem múlt el teljesen, az oda vezetett, hogy egy 2020-as 100 forint az most nagyjából 40 forint egy élelmiszerboltban és nagyon sok olyan ember van, akinek tényleg fillérek számítanak a vásárlásukkal kapcsolatban. Tehát, ha ide akar jönni egy szuper diszkont, a szuperta extra fapadosságra értve, az egy teljesen érthető közgazdaságtani döntés. Inkább az az érdekes, hogy az összes élelmiszer láncolat, az is, amelyik magasabb minőséget árul, az is egy úgynevezett low margin business, tehát nagyon alacsony profitrátával működik. A 4-5 százalék az, az már a dühöngő extra profitnak számít ezen a piacon, jellemző inkább a 2 százalék körüli profit. És ha valaki pedig ilyen szuperfapados üzemmódban működik, akkor ott meg az is lehet, hogy 1 százalék alatti profitrátákról beszélgetünk. Ehhez azt kell, hogy óriási volument tudjon árulni, tehát az sem meglepő, hogy 200 üzlettel akar nyitni, mert kevesebben egyszerűen nem éri meg neki nyitni. Viszont a spár problémája az, hogy ha van profit, ha nincs profit, tőle mindenképpen extra profit adót vonnak el, az, ha, ha semmilyen háttér nincs, akkor nagyon kérdésesé tesz egy ilyen piacra lépést. Tehát ezen a piacon, 10 éves megtérülésekkel számolunk, és előtte elnyel egy ilyen befektetés 100 milliárd, de az is lehet, hogy 1000 milliárd forintos nagyságrendű összeget, mielőtt elindul az, hogy elkezd évi 1000 milliárdos forgalom mellett 50-60 milliárdokat vagy 30-40 milliárdokat visszahozni. Tehát ahhoz, hogy ezt valaki meglépje, ahhoz az kell, hogy biztos legyen abban, hogy az az adókörnyezet, ahova vagy, az a jogi környezet, ahova ő megérkezik, az működőképes lesz. Na és itt lesz baja az Orbán kormánynak, mert ha bármilyen módon ez a bolthálózat kedvezményeket kap az Orbán kormánytól, akkor nem a spár lesz az egyetlen, amelyik az Európai Bírósághoz fog fordulni, hanem a Lidl és az Aldi is oda fog fordulni. Lehet, hogy ők éppen nem veszteségesek, de azért nekik is megnehezíti az életüket az extra profitadó, meg az, hogy Lázár János három hetente kiáll, hogy hogy lehetne még valahogy ki tolni velük. És ha, ez, ha, ha viszont kap egy VIP státuszt ez az orosz hátterű boltlánc, abból, abból borzasztó bajai lesznek az Orbán kormánynak. Ha meg nem kap, akkor meg köszönjük szépen, hogy jön egy extra diszkont Magyarországra, mert akkor egy csomó embernek jobb lesz ettől. De az a nagy kérdés, hogy, hogy életképes -e ez úgy, hogy kőgazdag német vállalatok is bíróságra járnak miatt, mert ők se tudnak így dolgozni. Köszönöm, ez volt az e -heti Hír hírösszefoglalónk, megyünk át a kérdéseitekre, utána pedig az elemzése folytatjuk. Ezen a héten is vártuk a kérdéseiteket. Most egy olyan szelekciót hoztunk, ami kicsit rövidebbek és kicsit konkrétabban tudunk rájuk válaszolni, úgyhogy vágjunk is bele. Az első kérdés, vajon elkezdődött-e csendben a nervagyon kimentése, vagy egyáltalán nem érzi a pénz hatalom a helyzete megrendülését? Hát nem, nem 2022-ben kezdődött, hanem 2010-ben, és jó helyen van az, tehát ilyen szempontból szerintem nincs pánik a igen, és aki egyébként ugye pánikot akart látni, az a háború előtti részét nézhette a kampánynak 2022-ben, amikor hirtelen megjelentek a, a, a közpénzjelőket elvesztő rengeteg-rengeteg százmilliárdok rengeteg egyetemi és mindenféle más szervezetek alapítványain, tehát ott, ott láttuk azt, hogy a azért a vagyont. Most már nincs nagyon az a vagyon, ami ami ne lenne menthető, ha holnap bedőlne az Orbán kormány. Jöjjön a következő, vajon a nerközeli emberek távolodása rezsimtől, trócsányi, illetve rákai feltűnése a Telex videóban már azt jelzi -e, hogy érzik, hogy fordul a széljárás és mentik magukat? Nem. Trócsányi László 68 éves, 12 éves alkotmánybírói mandátum, 80 éves lenne, mikor vége van, szerintem egyszerűen nyugdíjba akar menni én se vállalnám el a helyében, semmilyen ideológiai dolog nincs ebben szerintem. A Rákai Filip meg azért jelent meg a Telexnél, mert a Fideszben jelenleg azon gondolkoznak, hogy ha Bájer Zsoltot kell öltöztetni azért, hogy ne az emberről beszéljük, akit nem említünk ebben az adásban, akkor azt is meglépnék. Volt 24 óra, amikor egy legalább egy kicsit Rákai Filipről beszéltünk, és nem másról. Tehát ez, ez nem ennek a jele. Még egy ehhez kapcsolódó kérdés. Magyar Péter felbukkanásával az Orbához nagyon közel járó pedofil ügy lekerült a napirendről. Ez valamilyen terv része vagy járulékos veszteség? Általában mennyire hisztek a hasonló gumicsont elméletekben? Rengeteg gumicsont elmélet van. A továbbra is azt a mantrát tudom említeni az emberrel kapcsolatban, akit nem ejtünk ki ebben az adásban, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Ő a legutóbbi ilyen röptüntetésen is visszakötött a bicskei Botrányra, vissza is fog kötni a Bicskei botrányra. Nyilván elő fogja még ezt venni. Nem hiszem, hogy ez gumicsont. Tehát tényleg nem tudjuk még, de, 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 én úgy gondolom, hogy nem az. És ahhoz eléggé káoszosnak tűnik most a Fidesz kommunikációja és politikája, hogy azt gondoljuk, hogy ez egy kalkulált dolog, hogy kiengedték Magyar Pétert a palackból, tehát hogyha ha ők tudnák, hogy mit történik, akkor nem kapkodnának ennyire nem, a reakciókkal. Ez, ez váratlan nekik. És van egy külpolitikai kérdés, amit használhatunk is arra, hogy áttérjünk majd a, a hírhátterünkre. A lengyel helyzet sokáig kilátástalannak tűnt számomra, írja a hallgató, olvasó, néző. A nál például a bírói kar miatt mégis kormányváltás lett a vége. Kimutatható ennek bármilyen hatása a magyar történésekre, vagy a kettő teljesen független folyamat eredménye? Mi volt a lengyel siker receptje szerintünk? Én nem gondolom, hogy eleve indulásként kilátástanabb lett volna a lengyel helyzet, mint a magyar. Kaczynszkijék soha nem tudtak úgy letarolni minden demokratikus intézményt, mint ahogy Orbán letarolta. Nekik nagyon élő kapcsolataik vannak az amerikai Egyesült Államokkal, és inkább az volt ott az érdekes, hogy az egész lengyel politikai spektrum a magyartól jobbra van eltolódva. Tehát ott a, a, a liberálisabb, vagy nem tudom, hogy nevezzük, progresszívebb pártok is nagyon konzervatívak, például a ügyben is, még pár dolog, pár hasonló dologban és meg kellett találniuk egyrészt a lehetőséget, meg kellett nyerni ott önkormányzati választásokat, át kellett venni a vezetést a városokban, tehát ott, ott zajlott egy fokozatos gyengülés, ami aztán elvezetett oda, hogy, hogy elbuktak a választásokon kacsinszkijék. Bocsánat, még két fontos különbség, az egyik az, hogy nem semmisült meg olyan szinten az ellenzékbe került egykori kormány, mint Magyarországon, Igen. tehát nem a nullából kellett volna, vagy kellett újraépítkezni, és soha nem volt kétharmadak a csinszkieknek. Tehát olyan, hogy bármit megtehettek volna jogilag, ami Magyarországon történik, olyan sosem volt. Igen, és ugye Orbán nem csak a jogi dolgokat bontotta le, hanem a politikai berendezkedésünknek is ez egy külön adás témája szerintem lesz is előbb-utóbb ebben a podcast sorozatban megszüntette azokat a helyeit a magyar politikai életnek, ahol túl lehet élni egy választási vereséget. Tehát az, hogy Magyarországon az a fajta kétségbeesett koalíciózás, helyezkedés, összefogás, nevezzük akárminek azt a szánalmas vergődést, ami megy, az azért megy, mert, mert nincs, nem tud lenni béterv. Nincs egy megyei közgyűlési hely, ahol el lehet lenni, vagy, vagy hasonlók, nem. Magyarországon a nullába lehet csak megbukni politikusként és a normálisan működő európai demokráciát az jellemzi, hogy a bukott politikusnak is marad arra valamiféle megélhetése, hogy a következő ciklusra ugye Ezt nem tudták szétverni Lengyelországban. Tehát ott, ott nem volt rosszabb a helyzet. A német, vagy a, bocsánat, a lengyel meg a magyar politika közé mindig próbálnak összefüggéseket tenni, hogy a változás a Varsói Expresszel érkezik, meg hasonló mondatok. Nem tudom, hogy most van-e ilyen összefüggés. Az a, a lengyel helyzet, és itt majd akkor áravonalasan át tudunk kötni a következő részünkre, az, az, az abban az értelemben viszont van köze Magyarországhoz, hogy a magyar kormány külpolitikai mozgásterét drasztikusan érintette. És arról is, ugye az, hogy mi volt a siker receptje, volt egy ilyen alkérdés. Egyfelől az, hogy Donald Tusk, mint politikus, Jóval, jóval, tehetségesebb és nagyobb reputációval rendelkező ember, mint bárki, akit a magyar ellenzék fel tud vagy fel tudott vonultatni. Tehát az nagyon nehezen elképzelhető forgatok, hogy Magyarországon, hogy valaki elveszti a választását, és utána a legnagyobb európai parlamenti frakcióba bekerül, és utána egy sőt, talán a legfontosabb tisztségét betölti az Európai Uniónak. És ne felejtsük el azt se, hogy hogyan állt össze az a koalíció, ami legyőzte Kaczynszkiékat, tehát itt nem egy olyan szintű összefogásról beszéltünk, mint itt, hogy egy ilyen nagyon fejnehéz szervezet lett, hanem az tényleg olyan értem, egy koalíció maradt, hogy Tusk el tudta vinni villámhárítóként a propagandát, de nagyon keveset beszéltünk arra a magyar sajtóban is, hogy mögötte a kisebb pártok önmagukban viszont tudtak addig erősödni, ameddig Tusk vitte a hét gyakorlatilag, és amikor egy héttel a választás előtt nagy tüntetés volt Varsóban, akkor mit a Isten? Több százezer ember kiment és kiállt egy rendszerellenes tüntetésre. Tehát itt azért össze lehet kapcsolni azzal is, hogy maga a társadalom is egy egészen más beállítottságú társadalom, mint mint a magyar. Igen. Meg óriási ország, óriási szellemi erőforrásokkal. A Magyarországon, ugye, hogy mi nálunk jobb a világon, nincs erről, mi magyarok meg vagyunk győződve, de, de az egy 40 milliós ország nagy több száz éves, sőt Európa egyik legrégebbi egyetemével, kutatóintézetekkel, rendkívüli, rendkívül potens értelmiségi holdudvarral, a potenciát úgy értve, hogy, hogy, ott, ott az a fajta megmondó emberkedés, ami az, hogy én itt megmondó emberkedek, vagy elmegyek egy párthoz tanácsot adni, az Magyarországon egy ilyen összefolyó dolog, Lengyelországban ennek van egy sokkal jobb háttere, ahol, ahol tudják, hogy mi az, amit mérni kell, és mi az, amiről véleményt kell alkotni. A álmok és a koncepció közötti különbségtétel az ott azért sokkal jobban megy és ez is különbség a két ország között. Ez volt a mai utolsó kérdésünk, hogy itt megint csak kiszólok a nézőkhöz, hallgatókhoz, hogy jövő héten is várjuk a kérdéseiteket, ezeket fel tudjátok tenni, vagy a leírásban található linken, vagy majd a múzsának és a HVG-nek a vonatkozó posztjaiban ezeket keddenként tesszük ki, és szerd a délután összesítjük, úgyhogy ha bármi van, amire szeretnétek, a reflektáljunk, mint hallottátok, korán sem csak belpolitikai vagy kampányjal kapcsolatos, hanem tágabb értelemben politikai és, az és a világ összes választásához kötődő kérdésetek, azt mindenképp osszátok meg velünk. Most viszont ezen a ponton, ahogy említettük, használjuk ezt egy ilyen átvezetőnek. Ugyanis az elmúlt hetekben több olyan választás is volt, ahol Orbán Viktor szövetségesének nem jött ki a lépés, itt most egészen konkrétan kettőre gondolunk. Egyfelől a múlt hétvégén Erdogán országszerte veszített a törökországi önkormányzati választásokon, azt megelőzően egy héttel pedig szlovák elnökválasztás első fordulója volt ahol a Robert Fico által támogatott Péter Pellegrini, aki volt minden jelenlegű most házelnök és koalíciós partnere Ficónak, de volt maga is miniszterelnök, a miniszterelnöki újraválasztásához annó vannak arról információk, hogy orosz és magyar segítséget kért kommunikációs fronton, Na, ő csak másodikként futott be, ugyanis megelőzte őt azt az Iván Korcsok, aki sokkal inkább ezt a mostani elnök Zsuzsana Csaputovához közelálló, nyugatiasabb, demokratikusabb irányt, illetve az ellenzék támogatását évezi. Szóval a korcsok futott be elsőnek, Pellegrini másiknak hiába voltak ellentétesek ezzel a, a, a felmérések, és az azt jelenti, hogy miután egyikük sem szerzett egyértelmű többséget, hogy most hétvégén fogják rendezni a második fordulót közöttük. Azt el tudnád -e magyarázni, hogy itt nem országgyűlési választásokról beszélünk, és nem a világ legnagyobb országairól beszélünk, hogy miért fontos ez nekünk, hogy ezekben az országban mi történik, és miért fontos ez a két konkrét eredmény Magyarország külpolitikai helyzetére, illetve az Orbán kormány külkapcsolataira nézve. Hát én se a szlovák, se a török politikai életnek nem vagyok a szakértője. Azt általánosságban el lehet mondani, hogy egy bármennyire is működő demokráciában, ami azért Törökországban azért, és Szlovákiában is ki kell tenni a kis csillagot a demokrácia után, ahogy Magyarországon is, de egy valamennyire akár rosszul működő demokráciában is ezek az időközi választások, tehát amikor nem egy belsik az önkormányzati választ, vagy a országgyűlési választással valami, ezeknek az a jelentősége, hogy az ilyen bizonytalan méréseken alapuló, vagy akár biztos méréseken alapuló közvélemény kutatások helyett van egy, van egy éles visszajelzés a kormánynak. És ez mindkét választás esetében, a szlovák meg a török választás esetében is, Magyarország jelenleg vitt külpolitikai irányvonalához rossz hatással van. A szlovák választás messze nem dőlt el. Korcsok jelentősen rávert Pellegrinire, aki aki azért nem egy nagyon népszerű figura Szlovákiában, de a szlovák politika az ott mindenütt meglevő, minden választáson meglevő kétfordulós rendszer miatt sokkal színesebb a magyarnál, tehát tele vannak kis pártokkal, a, és minden választás második fordulójának óriási kérdése, hogy melyik kimaradt jelöltnek a párt hogy szavazói hova fognak átszavazni de hát simán lehet, hogy Pelegrini megveri Korcsakot a második fordulóban. Ugyanakkor kaptak egy jelentős visszajelzést arról, Ficójék, hogy nem biztos, hogy mindent meg tudnak csinálni. A Közvetlenül a szlovák választás környékén beszélgettem néhány szlovákiai ismerősömmel, magyarokkal és szlovákokkal is, és mindegyikben ott volt a félsz, hogy Ficónak most talán meg lesz az ereje ahhoz, hogy keresztül vigye azokat a dolgokat, amiket Orbán keresztül vitt. Mert akkor is mondtam a gyerekek, messzire nincs akkora felhatalmazása, mint, mint Orbánnak. Ezzel a, ez a választás azt mutatja meg nem is annyira Ficónak, hanem a Ficó koalíciós partnereinek, hogy ha itt valamilyen oknál fogva megreped a koalíció, ami Szlovákiában rendszeresen előfordul, akkor, és, ki kell írni egy új választást, akkor őket nagyon megbüntethetik Ficó miatt a választók. Ez korlátozza Ficó mozgásterét. Ő talán, nem talán, biztosan szeret annyira rossz fiúnak tűnni, mint amilyennek Viktor tűnik állandóan az EU-n belül, de ez korlátozni fogja az ő rossz fiúságát, és, és arra nem lehet számítani, hogy, hogy mindenben Viktor mellé. Eddig se akart mindenben Viktor mellé mi Abszolút nem úgy, nem úgy érdekpolitikus, mint, mint, mint Orbán. Tehát benne is vagy ügyeskedés, de valahogy ő az, aki az utolsó pillanatban még elrántja a kormányt. Tehát ő nem, nem áll bele ugyanazzal a, a emetsziával mint Orbán, hanem, hanem még egyel tovább gondolja, hogy mi az, amiből ő jól jön ki, és, mi az, és nem, nem, következetesen, hanem nagyon oportunistán. Nem, mert, ezekben, mert Orbán nem, nem néz szembe következményekkel. Ficó szembenéz következményekkel, a nyakára ültetik korcsokot, aki a mi fogalmaink szerint kb. szadeszes bácsi, legalább olyan rossz lesz neki, mint amikor csaputóba volt, az elnök. Nem, nem úgy rossz, hogy megbukik, de nem jó, hogyha állandóan a hátrafele is figyelni kell, hogy a köztársasági elnök mikor vágja a hátadba a kést. Tehát ennek a választásnak ez lehet a jelentősége. Erdogán viszont óriási pofont kapott Törökországban. A múzsára tettem ki posztot választási térképekkel. A török politikai térkép az nagyjából úgy szokott kinézni, hogy Isztambul és környéke az nem erdogán, a egykori Jón partvidék az sem erdogán, meg a Kurdisztán, az értelemszerűen nem. Erdogán minden más, meg Ankara környéke nem Erdogán, minden más Erdogán. Tudom, hogy nem így kell a nevét, a komment, majd nyugodtan javítsanak ki. A, a mostani választási térképen viszont azt lehet látni, hogy a különböző ellenzéki pártok, de leginkább a fő ellenzéki párt Elkezdett olyan területeket meghódítani. 6 vagy nyolc, a mi fogalmaink szerint KB megyei jogú városnak megfelelő súlyú várost vettek el Erdogántól és a pártjától, eh, ahol 10 éve nem volt Erdogán ellenzéke hatalmon. Megerősödött az a szélsőséges koalíciós partner Erdogánnak, aki eddig inkább ilyen szatellitpártocska volt. Tehát ő ott most annak ellenére, hogy ott azért erősen hátszele van Erdogánnak és a pártjának, főleg a kurterületeken, ahol időnként a rendőrség csak úgy elvisz egy-egy jelöltet, -egy vagy akár egy megválasztott politikust is, ez az ilyen hátszél ellenére is vereségbe futott bele. Elemzők azt mondják, hogy ennek az, az is az oka, hogy a, a nem kellett, az is egy széttöredezett politikai paletta nagyon, és nem kellett a fedélzetre venni egy koalícióba az összes népszerűtlen pártot. De, de elindultak azok is a választásokon, és, és nagyon jó eredményt értek el. Nem lesz-e miatt holnap pucs Törökországban, nem fog emiatt miatt holnap megbukni Erdogán, csak ő is abban a helyzetbe került, hogy nagyon figyelnie kell hátrafelé, mert a borzasztó gazdasági helyzetet, a ö, földrengés nem éppen a legjobb kezelését, ezeket nem nagyon bocsátották meg neki a választók, meg van rendülve a helyzete. De ez, ez arra jó, hogy esetleg rámutassanak neki, ha leülnek vele tárgyalni, hogy figyelj, csak nem lenne jó egy kis városi zavargás, ugye? Tehát az ő keze is sokkal szorosabban meg van kötve, mint eddig. Nem érintve azt, hogy azért neki is vannak ütőkártyái, tehát az, hogy ő zárva tartja a boszporuszt az orosz hadihajók elől, az, az, egy, az, az egy olyan ütőkártya, amivel ő azért még sokáig tud zsarolni. És nem tévedek, ha azt mondom, hogy neki le is fog járni a mandátum. 28-ban igen, és a jelenlegi alkotmány szerint nem is lehet többet újra választani, és mindenki spekulált, hogy vagy nyilván megváltoztatják azt az alkotmányt. Hát egy ekkora pofon után nem biztos, hogy megváltoztatják azt az alkotmányt. Túl Törökországon és túl Szlovákián egyfelől múlt héten beszéltünk Bolsonaro bújtatásáról a Magyar Követségen. Akit érdekel ez a sztori részleteiben, annak ajánlom a múlt heti adásunkat. De mind Ficó, mind Pellegrini, mind, mind Erdogán, mind Bolsonaro támogatása, az tényleg egy kis szelete annak, annak a ugye sokat emlegetett más országok belpolitikájában nem avatkozunk be sztorinak, amit az Orbán kormány képvisel, majd beavatkozik minden országnak a belpolitikájába, ahogy csak tud. Tényleg számtalan példát ismerünk, nyilvánvalóan Trump támogatása ennek, ennek a legékesebb példája. Orbán ott volt, Javier Mirei, argentin elnök beiktatási bulián. Tudjuk azt, hogy egyébként ugye a lengyel sztoriban ugye itt a kapocs, a magyar kormánynak dolgozó tanácsadók is segíthették a pisznek a végül vesztes kampányát. Tudjuk azt, hogy Mészáros Lőrinc bankja adott hitelt Marie Le Pennek. tudjuk azt, hogy Gert szurkoltunk, tudjuk azt, hogy George Melónek szurkoltunk, tényleg még el tudnánk húzni az adásidőt, ha csak ezeket sorolnánk. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy a te értékelésedben mi indokolja ezt a külpolitikai doktrinát? Indokolja az, hogy Magyarország olyan szinten szigetelődött el az EU-ban és a NATO-ban a természetes szövetségeseinél, hogy olyanokat kell keresnie maguk mellé, akik, akik ezeken a fontokon már vállalhatatlanok, de hát ha segítenek ugyanúgy tönkreverni. Indokolható-e azzal, hogy egyszerűen, hogyha van egy ilyen Orbán karakter felépítve Magyarországon, akkor a legjobban Orbán karakterhez hasonlító politikai karaktereket kell más országokban támogatni, mert ez adható el a kormánykommunikációban? Vagy indokolható-e azzal, hogy Orbán Viktor valóban úgy gondolja, hogy ez a világ úgy fog fordulni, ahogy ezt ő szeretné? ezekkel mind indokolható lenne, de leginkább azzal indokolható, hogy teljesen félreértik a külpolitika természetét. Tehát a, a ne sok helyen végzett rombolást, de talán sehol nem végzett akkor a rombolást, mint Magyarország külpolitikájában. A külpolitikát mindenütt hosszú távra tervezik. Tehát amikor azt a kifejezést halljuk, hogy karrierdiplomata, az azért van, mert a külpolitikának vannak olyan folyamatai, amelyek Legalább 20 évesek, de a 40-50 éves folyamatok se ritkák. És egy ponton el kell azt fogadni, hogy a külpolitikában országok vesznek részt, és nem kormányok és külügyminisztériumok. Tehát, ha nekünk vannak, teszem azt Németországgal, vagy Amerikával, vagy Oroszországgal kapcsolatos érdekeink, akkor arra kell készülni, hogy lehet, hogy az ottani kormány holnap megbukik, mert nem tudom én, egy merénylő lelövi az ottani kormányfőt vagy államfőt, de az az ország ott marad, és az ország 5, 10, 20, 30 év múlva is kapcsolatban lesz velünk, és nekünk ugyanúgy tudni kell majd rá mosolyogni, mint, mint ahogy most mosolygunk egymásra. És ezért van az, hogy a, a Valós külpolitikában, tehát ami nem olyan birodalmi külpolitika, amit a KGST, a vasói Szerződés tömbön belül csináltak, hogy óriási drushba volt mindig, a mosolyoknak van egy bizonyos közepes hőmérséklete, aminél jobban azért nem mosolygunk egymásra, mert az az ember, akiben mi most szerelmesek vagyunk, és máronunk vele a repülőtéren, az lehet, hogy holnap le fog mondani, vagy le fogják mondatni, és jön helyette a legfőbb ellensége. Akinek ellensége az, aki az elődjével éves már a reptéren. Tehát hosszú távra kell berendezkedni, és el kell fogadni az, hogy a, a hibáknak a kiavítás, a hibákat 5 perc alatt követjük el, és a kiavításuk viszont tíz évig tart. És, és ezt a fajta ilyen nagyon lassú ügyintézési, vagy egyáltalán hozzáállási módot, ezt, ezt, a Szijjártó féle külügyben egyfajta tökölésnek, lustaságnak, határozatlanságnak könyvelték el, és úgy gondolták, hogy igenis oda kell menni, és beszélgetni kell Trumpal, és igenis oda kell menni, és meg kell hitelezni Löpent, és nem fogták fel, hogy ez nem csak azért rossz, mert esetleg Löpen nem lesz a mi barátunk, vagy a fene tudja miért rossz, hanem hogy, és ha Macron nyer, akkor, akkor, akkor azzal az emberrel kell együttműködni. Tehát hiányzik ez a, ennyi bocsánat, a és abban előnye van Orbánéknak, vagy szerencséje van Orbánéknak, hogy mások ettől még nem változtatták meg alapvetően saját játékszabályokat. Tehát a Macron nyilván érdekből, de leül egy asztalhoz Orbán Viktorral, mert attól még nem, nem változtatták meg a világszabályt azzal, hogy ők ilyen makacsul. Minden ügyműködik. további nélkül de hogy mondjam, ha ez, 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 olyan dolog, hogy ha van egy repülő, ahol a ketten vagyunk a repülőn, és van egy, egy, egy amit mind a ketten magunkra tudunk csatolni, és le tudunk vele ugrani, és ilyen tandemugrásban megmenekülni a repülőről, nyilván le fogunk ugrani, akkor is, ha a leugrás előtt egy perccel megtudtam, hogy nem tudom én, Mit követtél el ellenem, az más kérdés, hogy utána a földön, földet érve majd fogunk. Tehát az igen, a, a, a többség betartja ezeket a játékszabályokat, csak a diplomácia, a kis szívességek és a kis kicseszések világa, és a kis kicseszéseket viszont Magyarország mindenütt megkapja ahol lehet ott szúrnak bele egy-egy kicsit, attól függetlenül, hogy a felszínen természetesen korrekt viszonyt tápolnak vele. Tehát ennek a nem belátása ez az egyik óriási probléma. A másik pedig az van, az a közhely a diplomáciával kapcsolatban, amit a brit kormányra mondtak annak idején, hogy őfelsége kormányának nincsenek barátai, nincsenek ellenségei, őfelsége kormányának érdekei vannak ezek az érdekek belpolitikai érdekek és külpolitikai érdekek is. Giorgia Meloni. Ő a választások megválasztása előtt egy olyan programot vitt, amit hunyorítva azt lehetett mondani, hogy ez lehet egy olyan program, amely kompatibilis az Orbán kormány politikai vonalával, tehát akkor Georgia Meloni a barátunk lesz. Igen ám? De Georgia Meloninak belpolitikai szempontból nem érdeke az, hogy Putyinnal barátkozzon. Neki, a ha hatalom közelében akar egyáltalán maradni, akkor, akkor nyíltan konfrontálódni kell Putyinnal, nyíltan el kell köteleződnie az EU mellett. Innentől kezdve marad az, hogy kedvesen mosolyog Orbánra, meg kezet ráznak, meg mit tudom én, de nem áll be abba a politikai vonalba, amit Orbán Viktor képvisel, mert nem az az érdeke és mindenki az érdekét képviseli, kivéve Magyarországot. Visszatérve a bolzonáró ügyre. A magyar légierő vett új szállítógépeket a régi ócska szovjet gépek helyére. Ezek brazil gyártmányú gépek, amelyeket egy brazil nagyrészt állami tulajdonban levő repülőgyár, az Embraer gyárt. Ez az Embraer, ez a kereskedelmi piacon is jelen van ilyen regionális rövid hatótávolságú repülőgépekben az egyik vezető gyártó. Ha mi nagyon sokáig bújtogat, bújtatjuk bolsonaro és nagyon keresztbe fekszünk a brazil kormánynak, előfordulhat, hogy még egyik gép sincs leszállítva, az egyik már repülés most tesztelgetik, mielőtt eljön Magyarországra, de, de mi van, ha azt mondja a brazil kormány, hogy gyerekek, hagyjátok abba a beleszólást a belpolitikánkba, különben ez a két repülőgép nem megy Magyarországra. Vagy mi van, ha Amerikából megkeresik ezt a repülőgépgyárat, és megkérdezi, hogy gyerekek, kormányzati tulajdon vagytok, beszéljetek már a kormányjal, mert nekünk nagyon nem jó ez, ami itt történik, és adott esetben veszélyeztetheti a ti amerikai piaci pozícióitokat is. Tehát itt minden mindennel összefügg, és az ilyen nagy ívű lépések, hogy mi majd megmondjuk, hogy mi van a külpolitikában, vagy a világpolitikában, ezek szükségszerűen beleütköznek érdekekbe, és az Orbán kormány ezt nem hajlandó tudomásul venni. drukker gondolkodással bír, én nagyon el vagyok távolodva a magyar focitól, de régen lehetett tudni, ha jól emlékszem, a Nyíregyháza, a Nyíregyháza biztosan nagyon utálja a Diósgyőr, de barátjai a Békés Csabaiaknak, is, akkor van egy ilyen szövevény, kikinek a barátja, meg kikinek az ellenség, mikor kinek az anyját kell szídni a lelátóról. A Szijjártó féle külügyminisztérium ezen az alapon működik, és az isteni szerencse, meg a nemzetközi be, játékszabályok betartása annak az oka, hogy ez még nem omlott a fejünkre. De előbb-utóbb fog. Igen, és ezt már múlt héten beszéltük, hogy a New York Times hozta ki ezeket a videókat. Tehát, hogyha ilyen szinten és ennyi helyen rúgja össze a port be, bejegyzett és, és türelmesen szabályok szerint működő diplomáciákkal a magyar külügy, akkor ennek egy adott ponton túl tényleg az lehet a következménye, hogy globál koalícióvá alakul az az egyelőre, nem tudom, EU és NATO csúcsok előtt összeülő kávézó-borozó társaság, ahol mindenki látja az, hogy ezekkel semmilyen üzletet nem üthetünk nyelbe, mert semmi más nem foglalkoztatja őket, őket, a kormányt, mint az ő saját politikai gondolkodásuk. És egyébként nagyon érdekes még, ehhez a fajta áttörésváráshoz, mert hogyha most rávetítjük ezt az egész képet 2024-re, akkor azt halljuk, miket hallunk Orbán Viktor beszédeiből és prognózisaiból, egyfelől az, hogy az önkormányzatész nem létezik, egyszer nem hallottunk még róla ebben az évben, de elmúlt fél évben se semmit. Másfél az, hogy mi történik ezen kívül a világban, van egy EP választásunk, és van egy amerikai elnökválasztásunk. Mind a kettőre van egy nagyon-nagyon erős megérzésünk és, és, és szurkolásunk, Nehogy Isten, nem csak, nem csak lelki és sálat lengetős, hanem pénzfizető szurkolásunk is, amiben az európai jobboldal áttörését várjuk, és amiben Donald Trump győzelmét várjuk. És az egy nagyon érdekes dolog ebben az egészben, hogy Orbán a mai napig nagyon sokat épít, és főleg az ilyen nemzetközi kapcsolataiban épít arra a 2015-16 közötti ilyen populista hullámra, ami szakirodalomban tényleg mostanra bibliává vált, hogy a Bolsonaro első győzelme, a Trump győzelme, a Brexit, a Brexit a, a mindenféle különböző déli országokban, déleurópai országban a megerősítés, mindennek az összefüggés a migrációs válsággal, azok, azok összefüggő jelenet sorok voltak, és, és ha itt ez történik, és ott az történik, akkor nem az van, hogy két választó hoz hasonló döntéseket, hanem hogy ezek a tömegek és ezek az országok hasonszörűek. Kísértet járja be Európát. És nagyon érdekes az, hogy hogyan próbálja Orbán Viktor rávetíteni ugyanezt a fajta gondolkodást, ugyanezt a populista hullámot, akkoriban ezt a szót aggattuk rá, arra, amit most vár. Csak az maradt ki ebből az egészből, hogy a virág, elképesztően sokat fordult az elmúlt nyolc évben. Elfordult egy olyan irányba, amiben láttuk azt, hogy egyszerűen nem lehet teljesen leválni egymásról, mert jön egy olyan járvány, amiben nem tudunk egymás nélkül működni, mert tényleg jön a mind meghalunk forgatókönyv. Elfordult egy olyan irányba, hogy basszus, háborúk vannak, Egyfelől itt a szövetségrendszerünk igenis számítanak, mert rájöttünk, hogy jé, tényleg van egy katonai szövetségrendszerünk, meg jé, tényleg vannak olyan gazdasági és nagyobb szabású együttműködésünk, mint az Európai Unió, ami egy ilyen helyzetben tényleg egy egységként működik, mert egyszerűen azt látjuk, hogy nagy játékosok döntik el, hogy mi történik a világban. Kiderült az, hogy Putinnal Putyinnal barátkozni, az nagyon sokáig jó ötletnek tűnt, de eljutottunk arra a pontra, egy kivétele, hogy hogy ez már nem jó ötlet. És nagyon érdekes ebből szempontból megnézni azt, hogy a mostani hullám az mennyire más helyzetben érkezhetne meg ebben az egészben. Én azt nem értem, vagy nem látom át ebben a sztoriban, hogy ezt tudjuk, hogy az Orbán kormány és a Magyarország nevű államnak az, a céljai, azok divergálnak, vagy legalábbis az érdekei, azok nem feltétlen esnek egybe. De van-e olyan forgatókönyv, amiben Orbán Viktor akár személyesen is jól kijöhet, mert látjuk azt, hogy egy győzelem egy helyen, egy, egy havernak, egy rossz havernak a, a győzeme valahol, az három másik oldalról fog olyan válaszcsapásokat hozni maga után, amiből megint ki fog rosszul kijönni az utolsó csatlós ebben a sztoriban. Meg, megint ö, a teljes félreértése van annak, hogy Magyarországnak mekkora súlya van a nemzetközi politikában. Tegyük fel... Tegyük fel, hogy megvan a nagy e, jobboldali, pontosabban most már szélső jobboldali e, áttörés e, Európában. Ez azt jelenteni, hogy e, Németországban nem a CDU-CSU, hanem az AfD, ami jól fog szerepelni várhatóan, tehát sok szavazatot fognak kapni. E, Franciaországban a Löpen pártja nem sorolom végig, mindenütt ez a full párt, e, nyer. És többek között Orbán is kiváló eredményt ér el, mondjuk 15 képviselővel megérkezik az Európai Parlamentbe. Ez a e, tömb, ez egy nagyon jó eredmény esetén is nagyon szűk többséggel tud bírni az Európai Parlamentben, de valószínűbb az, hogy maradnak azok a kiegyenlített erőviszonyok, amik most vannak. Úgy, hogy tele van az Európai Parlament nem csak az ezzel a tömbel totál ellentétes baloldali, zöld, liberális, akármilyen pártokkal, hanem Németországból nagyon sok képviselővel meg fog érkezni a CDU, CSU, Franciaországból a republikánus párt, tehát hogy, tehát hogy a hagyományos jobb oldal, vagy jobb közép is meg fog oda érkezni, és, és el fognak indulni a koalíciós helyezkedések. És ekkor a mondom legfeljebb 15 képviselővel jelenlevő Fidesz, akivel a német jobb-közép most már elfből nem áll szóba, és most már nem csak Manfred Weber miatt, hanem Friedrich Merz miatt sem, aki az a, a Merkeli örökségtől eltávolodás egyik szimbólumának tekinti azt, hogy nem haverkodik Orbánnal. É, tehát nagyon sok ö, olyan párt van, amelyik azt mondja, hogy Orbán nem és 15 képviselővel nem billentesz érlegeket az Európai Parlamentben. Tehát, egy putyinista melónit sokkal nehezebb lenne visszautasítani, mint egy putyinista Orbánt Brüsszelben. Igen, és, és azok a politikusok, akik be fognak jutni, mind műk, a Magyarország kivételével mind működő demokráciákból jönnek, ahol meg lehet bukni a rossz koalíciós választ egy partnerségek miatt. Tehát ott, ott, nagyon, nagyon szofisztikált politikai alkudozás fog elkezdődni, akármilyen eredmény születik. Az európai politika az unalmas politikai alkukról szól. Nincs áttörés, nincs forradalom. Ha, ha mi lennénk a 80 milliós Németország, és innen, onnan indulna ez ki, akkor lenne. De, de a 10 milliós Magyarország ilyet nem fog csinálni. Ez Kész, el lehet felejteni. Nem tudsz olyan jobboldali pártot megválasztani a Baltikumban, vagy Lengyelországban, vagy Spanyolországban, vagy Romániában, vagy Bulgáriában, amelyik, amelyik beállna ebbe a putinista vonalba, amit Orbán visz. Tehát az a, az a szélsőjobb koalíció, amiről ő álmodozik, az. az, az az akkor se jön létre, ha a választási eredmény megfelel ennek. És nagyon érdekes, hogy egyébként a, Fidesz belpolitika fókuszának az ilyen pillangó hatásé, hogy hogyan jönnek most vissza, mert pont ez a fajta, ők ugye békepártiságnak nevezik, volt az, ami behozta nekik 2022 tükör simán, és ez az, ami most két évvel később már olyan helyzetben tartja őket, hogy valamit el kell engedni a kettőből, és nem, nem tudnak nyerni vele. És nagyon-nagyon érdekes, ezt még taglaltuk néhány évvel ezelőtt, talán az energiavásár kapcsolatban. Nekem volt egy ilyen hasonlatom erre, hogy a, hogy a NER működése az, az olyan volt, mintha 2010-ben vettek volna egy új lakást, és 2010-ben vettek egy új lakást, amiben vettek egy egy mikrohullámú sütőt, amin 10 év volt a garancia, vettek egy mosogatógépet, amin 11 év volt a garancia, Vettek egy mosógépet, amin 12, és egy hűtőszekrényben 13 év volt a garancia. ahogy ezek az eszközök működnek, mindenki, aki élt már 10 évig ugyanabban a lakásban, azt tudja, hogy ezek hogy működnek, hogy a garancia után egy nappal mennek általában tönkre, és akkor nem tudom, tönkre ment először a mikro, és akkor itt nem tudom, tönkre ment a -e mikro, akkor legyen az az, hogy az oktatásban nem fektettek semmit bedőlt. Hát jó van, hát nincs mikro, akkor majd. Melegítjük a tűzhelyen. Jó, akkor egy évvel később bedőlt a mosogató, tönkretett a mosogatógép. Mit tudom, mi legyen ez az egészség? És most arra csak a porszívó működik. És, és, és most arra tartunk ott, hogy eddig mindenre lehetett azt mondani, hogy jó, hát most meg vagyunk mosogatógép nélkül, nem tudunk kézen mosogatni, meg vagyunk mosógép nélkül. Nem, hát van mosodás sarkon, és most vagyunk túl a hűtőszekrény ponton, és, és ez a, ez a nemzetközi. Értelmezhetetlen mozgás is alapvetően ennek a, ennek a lenyomata, hogy minden olyan szinten gyűrűzött be az elmúlt 14 évből a következetlenség és a ciklusról ciklusra működés, hogy most arra derül ki az, hogy ez idő alatt nagyon jó politikai víziót lehetett volna építeni, csak abba lett volna kockázat, és a sok nem kockázatvállás belpolitikai politikai fronton ezen a ponton jutott oda, hogy egyszerűen már nem tudunk válogatni csak szar és szarabb helyzet között. Ez egy majdnem jó hasonlat. Azt hagytad ki, hogy a garancia lejárta előtt bizonyos dolgokat elvittünk az aciba. Tehát, mert amit az oktatással, amit a közlekedési infrastruktúrával csináltunk, az, az az, hogy a, szépen a jövőnket feléltük. De van még egy dolog itt az európai politikával a kapcsolatban, hogy ráadásul aktív támadás is van. Tehát nem elég az, hogy a Fidesz európai parlamenti képviselői évek óta páriák, amióta ugye ki kellett lépni az EPP-ből, azóta páriák ott a parlamentben, de a cseh titkosszolgálat által feltárt eseménysorozat az azt mutatja, hogy azokra a pártokra, amelyekre most Orbán így legalábbis a kommunikáció alapján építeni próbál, óriási titkosszolgálati figyelem irányul és én azért nem aludnék nyugodtan az ő helyükben. Ugye a, haragudj az okni huszárt, hogy hívják, Szántó Miklós. Az ő nevének a feltűnése a, ebben a botrányban, a, az azt jelenti, hogy hogy ezt, ezt, ezt már régóta figyelték, és lehet, hogy ennek egy részébe beavatták a magyar titkosszolgálatokat, de, de ugye az Alapjogokért Központ rengeteg konferenciát rendez, meg rendezvényt Magyarországon. Szerinted hány konspiratív találkozó volt oroszokkal megszervezve ezeken az eseményeken? Szerintem több tucatnyi. Benne voltak a szípek Magyarországra hozásában is, tehát ha, ha Amerikában kikerül az elnökválasztási kampányban egy olyan apróság, hogy egy orosz kém szervezi, vagy orosz kémkedéssel kapcsolatba hozott személy szervezi a, a szípeket. Ugye ott központi téma, hogy akkor most van orosz befolyás, vagy nincs orosz befolyás. ha, ha ha van egy hétfői ilyen megfigyelős videó arról, hogy Szántó Miklós találkozik az XY szélsőséges politikussal, aki előző nap meg egy orosz kémmel találkozott, majd kedden Szántó Miklós elmegy a szípekre, az a, az a folytatott szerelmünknek is egy csapkodós lezárását eredményezheti. tehát ezért, mondom azt, hogy ezeknek, tehát ezek azt hiszik, hogy tudnak aknamezőn sétálni, pusztán abból a tényből levezetve, hogy még nem léptek aknára, nem. Ezeknek, ezeknek eddig szerencséjük volt. Meddig? Nem tudom. Aki a titkosszolgálati történetre kíváncsi, annak elszpoilerezem, hogy az e heti vasárnapi elvitelre adásban fogunk ezzel foglalkozni, úgyhogy mindenképp kihasználnám ezt az alkalmat, hogy felszól csak mindenkit, hogy iratkozzon fel a HVG podcastokra, vagy a HVG YouTube csatornájára, mert itt minden műsorunkat el lehet érni, meg lehet hallgatni, illetve iratkozatok fel, nézzétek meg a Diétás Magyar Múzsát is, ez az a pont ugyanis, ahol elköszönjünk. Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, ne felejtsétek el elküldeni a kérdéseiteket sem a jövő heti adásra, én Nagy vagyok, viszont hallásra, viszont